Füleki Kálai pincészetben nagy érdeklődés mellett tartott lemezbemutató koncertet a Salgó-Tarjáni Frontzenekar. A 80-as évek egyik legtehetségesebb magyarországi jazzrock csapata több mint 30 év után állt újra össze, és azóta egy hanghordozót is megjelentettek. Ezekből a számokból hallhattak ízelítőt a fülekiek. Alapi István gitáros, Fekete Sándor dobos, Szilágyi Péter billentyűs és Fince László basszusgitáros. Ők alkotják a Frontzenekart. A csapat még az 1981-es salgóbányai poprock táborban állt össze. Én akkor voltam 19 éves, többiek is nagyjából ilyen korúak, néhány év ide-oda. És akkor így nagyon intenzíven játszottunk együtt körülbelül 5 évig. És akkor tulajdonképpen ennek a zenekarnak a legnagyobb sikere az volt abban az időszakban, hogy 1983-ban volt egy Ki mit tud, ami akkor nagyon népszerű műsor volt, hasonlóan, mint a mostani ilyen tehetségkutatónak álcázott valóságsók, tehát ilyen nézettséggel akkoriban. És ott mi dobogósok lettünk országos szinten, ott a tévében minden héten szerepeltünk, és akkor ilyen nagyon jó érzés volt. De utána ezt azt követte, hogy a zenekarból hárman bevonultunk katonának másfél évre, azzal teljesen gyakorlatilag ki voltunk nyírva, és hát megszűntünk ezután már létezni, még próbálkoztunk egy kis ideig. Én akkor elköltöztem Salgó-Tarjánból Budapestre, és ott egy éven belül akkor kerültem be az Eddába. A folytatásra több mint 30 évet kellett várni. 2014 volt az új mérföldkő, amikor ismét összeálltak az egykori tagok, és egy fergeteges salgó-tarjáni koncerttel elevenítették fel a régi időket. Azóta rendszeresen játszanak különböző fesztiválokon, klubokban, sőt tavaly megjelent az Echoes from the Past, Visszhangok a múltból című CD-jük, melyek főként a 35 évvel ezelőtt írt számok szerepelnek. Nagyon sok dal lesz erről hallható igazából, meg néhány olyan kompozíció, amik ugyan nem a mi saját dalaink, hanem ennek a műfajnak, amit mi képviselünk, ennek a hangszeres, instrumentális, progresszív és jazz-rock zenének a 70-es, 80-as évekbeli legikonikusabb dalai. Ez egy hobbi zenekar, lehet mondani, egyedül Alapi Pisti az, aki profi zenész közöttünk, ő zenéből él. A zenekar többi tagjának, mindegyiknek van egy polgári foglalkozásunk, viszont a zene az egy nagy szerelem számunkra, és nagyon örülünk neki, hogy a barátság összetart bennünket a zenén keresztül. Fülekre is egy régi barátság hozta őket. Botos Pali, a Hajni és a Fiúk zenekar billentyűse meghívásának tettek eleget, a rajongók legnagyobb örömére. Annak idején a 80-as években egyszer volt szerencsénk egyébként Losoncon játszani egy koncertet, ez egy hatalmas élmény volt egyébként. Az, hogy itt a határon túl a jazzrockot úgy tapasztaltuk, hogy sokkal jobban kedvelték az emberek. Most ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy Fülekre eljöhettünk játszani, mert erre is vágytunk már régóta, hogy Füleken is játszassunk, és ez végre összejött. Ez egy kezdet, aminek az a lényege igazából, hogy hát nem is havonta, de szeretném, hogyha gyakran megjelenne úgymond Füleken a művészet. Fülek valamikor egy nagy hatalom volt zenekar szempontjából, zenészek szempontjából. És én szeretném ezt úgymond visszahozni. Szeretnék minél több igazi értéket, zenészt, énekest
elhozni a gyönyörű Balrasunkban. Reméljük, hogy a jó kezdetet még jobb folytatás követi. Aki pedig a frontzenekart szeretné ismét hallani, annak nem kell messze menni, hiszen rendszeres vendégei a Salgó-Tarjáni Kohász Művelődési Ház Vintage Klubjának.